Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel. Sziasztok, én Győri Zoltán vagyok, ez pedig a Mit játszom ulok. A következőkben pedig arról szeretnék beszélni, hogy milyen várakozások vannak bennem a Pandemic Legacy második évaddal kapcsolatban. Számomra társasjátékos életem egyik legnagyobb játékélménye volt az első évad végigjátszása. Érdekes tünemény, hogy a 2008-ban megjelent Pandemic egy igazi brandé nőtte ki magát, szinte évente jelennek meg valamilyen formában társasjátékok, idén is megjelent a Róma bukása, nagyon izgalmas játék, az egy külön tartalom lesz, és tavaly megjelent a második évad, ami idén kapott magyar fordítást, és szeretnénk rászállni az időt. Nem akarjuk elaprózni, ez egy ilyen kis rítus, egy kis szeánsz, akkor mi most Pandemic season-ezni fogunk, ugyanis az első évad, fú, srácok, 12 hónap, bő 14-5 óra volt, amíg végigjátszottuk az első évadot. Nagyon magas pozíciót foglal le a Board Game Geek top listáján. Sokáig az első helyen volt, most éppen nem az első helyen van, de nagyon, nagyon sokan felkapták a szemöldököket, hogy wow, hogy ilyen egyszer játszható, kampány alapú, kooperatív társasjáték ilyen nagyon magasra rétingelt, nagyon magasra értékelt a Board Game Geek listáján, és hogy valóban megérdemelte ez a rendkívül magas hely, én nem tudom, én mindenképpen állást szeretnék foglalni. Nem nagyon értek egyet ezekkel a top listákkal, de az a játék, wow, történetet írt le, és mint hogyha láttátok a Charterstone videónkat, ott is említettük, hogy mintha egy sorozatot néznénk, amire komoly ráhatásunk van, hihetetlen izgalmas kooperatív stratégiai élmény. Minden egyes döntésünk messze túl hullámzott az első játékon, és minden egyes döntésünkkel azt éreztük, hogy lehet, hogy hónap, órák múlva, azaz a játék története szerint hónapok múlva is még hát bizony szívni fogjuk a fogunkat, hogy arra jobban kellett volna vigyázni, vagy sokkal megfontoltabbnak kellett lenni. Csavaros volt a történet, és most kínosan ügyelek arra, ne spoilerezzek-e semmit. Mindenképpen javaslom, hogy ha szeretnétek foglalkozni ezzel a világgal, akkor mindenképpen próbáljátok ki a Pandemic Legacy Season 1-et, és emiatt a nagy élmény miatt támadtak bennem bizonyos elvárások és kíváncsiságok a második évaddal kapcsolatban. Nem szeretek elvárásokkal leülni egy játék elé, hogy na, én már pedig mindenképpen ezt akarom tapasztalni ebben a játékban, de mégiscsak, hogyha egy ekkora nagy élmény volt egy játék, akkor azért úgy támadnak gondolatok bennem, és erről szeretnék pár pontban beszélni, hogy milyen elvárásaim vannak a második évaddal kapcsolatban. Az első és igazából legfontosabb a megújulás. Az alap Pandemic egy mechanizmust tud, és nagyon jó nekem felfedezni azt, hogy például a Rising Tide esetében is már nem négy vírussal, hanem a vízzel küzdünk. Akkor nagyon izgalmas volt, amikor az Ibériában nincs repülés, hanem a vasúthálózattal volt innovatív a játék, és a Pandemic Legacy Season 1 is a történetével, azzal, hogy szépen lassan újabb karakterek jönnek be, újabb lehetőségek jönnek be, újabb szabályok jönnek be, azzal variál. És számomra a második évaddal tervezett legnagyobb újítás, hogy legyen úgy más, hogy azért maradjon meg Pandemicnek. Hogyha picit spoilerezhetek egy másik videóból, akkor nekem a Róma bukása tökéletesen tudja ezt, hogy megmaradt Pandemicnek, de erősen belenyúl az alapmechanikába, és van töke, van jövője, innovációja, érdekessége, jelenléte másnak lenni, üdítően más játék, és ezt várom nagyon a második évattól is, hogy variálja meg, maradjon Pandemic, de azért nyújtson teljesen más élményt, és ne érezzem azt, hogy már megint igen, kooperatívan megmentjük 2-4 játékos a világot, és már megint világ megmentünk, hanem ügyesen variálja meg. Nekem az első évad abszolút hozta ezt az élményt, egy csomószor volt ilyen pillanatom, és hogyha ilyeneket tartogat a második évad, akkor biztosan ott lesz az évjátékai között. A második gondolatom, hogy legyen nehezebb. Ez borzasztó szubjektív, feleségemmel kettesben játszottuk végig az első évadot, és vagy azért, mert a feleségem egy lángelme, abszolút nem kizárt, simán benne van a pakliban, de picit könnyűnek éreztük. 3 hónap nem sikerült elsőre, tehát összesen 12 hónap 15 játékból volt meg. Folyamatosan azt éreztük, hogy ketten nem annyira nehéz. Alapesetben egyébként ez a Pandemic játékoknak egy pici hibája, hogy minél kevesebben játszátok, annál könnyebb a játék, hogyha nehezíteni szeretnétek, akkor legyetek többen. Valahogy 4-5 játékossal nehezebb a játék, ketten egy picit könnyebb, valahogy a mechanika az így ott, aki könnyebb a találkozásokat létrehozni, könnyebb a kártyákat egymás között cserélgetni. Mi azt csináltuk, hogy, és ezt egy picit már a harmadik pontba is belefűzném, hogy lehessen ügyesen játszani a karakterekkel. Azt mondja a Legacy játék, hogy egyszer végigjátszható, és nekem nagyon-nagyon tetszett az első részben, hogy nem tudom, talán március vagy április környékén behoztunk egy fiktív harmadik karaktert, és felváltva léptünk vele, megbeszéltük, hogy mi Karcsinak neveztük el, Karcsi mit lép. És nagyon bízom benne, hogy a második évad is lehetővé teszi azt, hogy tudjunk játszani azzal, hogy beemelünk egy karaktert, őt valamilyen viszonyrendszerbe hozzuk a meglévő karakterekkel, tehát picit tudjunk játszani a játékos számmal, azon túl, hogy remélem, hogy egy picit nehezebb lesz, mint az első évad.
Azon túl, hogy az első évad egy hatalmas nagy élmény volt, bizonyos pontjain éreztem repetitív megoldásokat. Nem akarok spoilerezni, egy csomó hónapon keresztül nagyon hasonló dolgot kellett csináljak, mint korábban, és bízom benne, hogy a második évad még mer kreatívabb lenni, mint az első évad, és a bizonyos feladatok, amiket a játékosoknak el kell végezni, azon túl, hogy megmentjük a világot, nem nagyon hasonlítanak majd egymásra, és okoz majd mindenképpen játékmechanikai innovatív meglepetéseket. Többen kérdezték tőlem, hogyha valaki szeretne játszani a második évaddal, akkor csak akkor játszhat el, hogyha az első évadot játszotta már is. Én egy picit várom a második évadtól, hogy legyen független az első évadtól, legyen különálló játék, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen kis utalások lesznek, ha egyáltalán lesznek az első évadra, vagy milyen összefüggés lesz közöttük. Én bízom benne, hogy ez egy olyan sorozat lesz, hogy a második évadot meg tudod tekinteni, akkor mondani, hogy végigjátszhatod úgy, hogy nem láttad az elsőt. Kíváncsi vagyok. És ami nagyon alapvetőnek tűnhet, de hatalmas nagy ilyen várakozásom a játékkal kapcsolatban, legyen nagyon szórakoztató. Ezt számomra mondom, az összes Pandemic játék tudja, és alapvetően jó kooperálva együtt játszani a többiekkel, és alapattitűdje az a Pandemicnek, hogy legyen szórakoztató, és hogyha szépen az előző pontokat egybe foghatom, vagy egybe csokorba szedhetem, akkor az utolsó ponttal mindenképpen azt kommunikálnám, hogy maradjon meg ugyanolyan szórakoztató, mint ami általában eddig szokott Pandemic élményként lenni. Számomra ez várhatóan a karácsonyi időszak egyik legnagyobb játékélménye. Mint látjátok, bontatlan ez a doboz. Nem szeretném megfordítani, mert a hátoldala bizonyos spoilereket tartalmazhat azoknak a játékosoknak, akik nem akarom tudni, így vannak a játékkal kapcsolatban, egyiket tökéletesen meg is értek. Én sem akarok nagyon-nagyon jobban belebújni, alig várom, hogy ez a bizonyos automatizmus, hogy a következő kártya bevisz majd ebbe a különleges és rendkívül veszélyesnek ígérkező világba. A hangulat, a grafika nagyon-nagyon különleges dolgot, izgalmas dolgokat sejtett, science fictiont, meg kalandokat, meg hajózást, meg felfedezést, meg rengeteg minden lesz itt, rá akarjuk szállni az időt, úgyhogy most ebből nem lett a dobozbontás, eldöntöttük, hogy nem szeretnék megmutogatni az alkatrészeket. Jó pofa egyébként, hogy a doboz azt mondja, hogy kezdeti tartalom, tehát azt mondja el, amit első dobozbontáskor már találsz, de hogy aztán utána mit rejt ez a világ, azt majd ki tudja. Januárban mindenképpen tervezünk majd egy bemutatót, egy élménybeszámolót, lehet, hogy majd kettes zsumerékával, hát ezt majd meglátjuk. Nagyon szépen köszönöm a Game Clubnak a példányt, amit tesztre kaptam, alig várom, hogy jó alaposan leteszteljük majd ezt a játékot különféle játékos számokkal, és neked köszönöm, hogy megnézted. Ha tetszett a rész, akkor kérlek dobj egy lájkot, esetleg megosztást, hogy minél többekhez jusson ez a tartalom. Ha szeretnéd támogatni a csatornánkat, akkor a Patreonon nyílik majd lehetőséged. Remélem, mi hamarabb találkozunk, addig is jó játékokat, kalandra fel, sziasztok!